Sonar-fesztivállal megmutatkozik a Krémia a nemzetközi elektronikus zenei szénának, és ott van a felszínen mindig a Mába, ezért érdemes ide eljönni. Szeretem a nappali részt, mert a napsütésbe lehet bulizni. De ezt a Balatonszándon is, meg a szigeten is lehet. Tudom, de szeretem a, még a közeget. Barcelonában vagyunk, a Sonar Fesztiválon. A Sonar azért különleges, mert külön van a nappali és az éjszakai része. A nappali rész a belvárosban van, és nem csak koncertek, hanem mindenféle kiállítás és egyéb kulturális program is van. Az éjszakai rész pedig kint van a külvárosban, egy ilyen kicsit ipari és kicsit konferencia negyed közepén. Mivel ez egy városi fesztivál, nincsenek sátrak, és így nincsenek bankok, nincsenek tojtojos fürdők, és nincsen semmiféle olyan dolog, amit megszokhattunk a szigeten, a Volton vagy a többi hasonló helyen. Barcelona összes távol-keleti idegesítő, tukmáló sörárusa a Sonar Fesztivál környékén gyülekezik. Nagyjából fél perc nyugodt idő nincs, amíg nem tukmálnak rá. Szervesz a bír, meg egyéb, mondom. I did a show last night in England, and I didn't sleep, so I could be here this afternoon. Ez a technikailag kifinomult a boldát mutatja. Van egy külön sátor, mindenféle DJ és egyéb eszközök megszentelve, ahol elég sokan érhetik ki a fantáziáikat, és próbálgathatok technikákat, meg mindenféle műszereket, amik azért nem értek. Miután azt gondolnánk, hogy mindenki csak meg kell dolgozik, és már csak az a menő, akkor hirtelen megjelenik mögöttünk ez. Nagyon sokan vannak, de simán beengedik őket egy olyan értékes kulturális központ, mint a CCCB Barcelona központjában. Itt van az egyik helyszíne a fesztiválnak, a nappali résznek. Elégedett vagyok a hangminőséggel. Az esti programok csak két nap vannak, még a nappaliak három napon is, és minden koncert nagyjából 3-4 óra és másfél óra közötti hosszúságban váltakozik, ami néha nagyon-nagyon nehéz befogadni, és nagyon-nagyon nehéz átállni egyikről a másikra, bár a tömegnek ez láthatóan valahogyan mégiscsak megy. Sonar éjszakai bejáratot egy új metróvonalra lehet megközelíteni, kb. Olyan messze van az egész, mint a sziget Budapest központjától. Nincsen benne a programvizetben a David Gatta. Hiányzik? Hát én az információs pultnál meg tudom kérdezni, hogy hol van. Yeah.
Tegnap este sikerült megnézni Munchit, aki két hete még föllépett a Korvintetőn, iszonyatos segri szálltató zenét nyomott. I remember I was telling everybody Umbaton, and everyone was like, oh man, what the fuck? But now everybody got slower. A mixture between Dutch house and reggaeton, but like it has so much influence for other things, like heartbreak, soul and like R&B and things like that. Hip hop. I do like baile funk, Massive Club, and like Latin music. I really liked it over there. I had to go straight away from the club to the airport. I really wanted to see the 50-year-old DJ. Balotai. Yeah. Steve Aokin, iszonyatos veretés, az egyik ilyen holdfényben úszó óriási területen. Aztán még megnéztük Aphex Twint, ahogy önmagát sötétbe burkolva, de mégis az embereket így megvilágosította. Szervezésben, mint vizuál, mint line-up szinten, egyszerűen összehasonlíthatatlan. Kevés kiszolgáló személyzet, nagy a sorállás, nem erre számítottam, nagyon kevés az ülőhely. Kicsit ipari hangulata van a helyszínnek. Maga az, hogy gyártelepen, hangárokban vannak ezek a nagy rendezvények, ez így mindenféleképpen, hogyha van olyan hely, akkor Magyarországon is meg lehetne csinálni, mert igény az volna rá. Még egy negatívat elfelejtettem mondani, abszolút túl van lőve a hangerő. Szerintem a közönség az sokkal jobb, mint Magyarországon, az szimpatikusabb. Mi nem látunk bungee jumpingot, meg egyéb ilyen kilövős baromságokat, de van Dodge autó. Még nem volt bankautomatai, nem tudtunk még több pénzt elbaszni a 4 eurós sörre, ami 3 deciliteres. A
Az utolsó nap koncertjei közül pedig ismerőseink és a saját tesztünk által kiemelnénk Chris Cunningham-et, ahol senki nem bulizott, de mindenki mozizott durván, mert ő egyébként az FX Twin klipjének a rendezője is, plusz zenél. Az Underworld-et, amelyik bár hackney gyanús volt, egész jó bulit toltak. Paul Kalkbrenner a szokásos operett stílusában adta elő önmagát. Külön színpad felépítménnyel, de legalább most nem a régi playlistet nyomta le, mint mondjuk a Soundon és a Bónuszon. Ezen kívül még James Holden volt, aki lehozta az embereket a bulikról hajnalban, és már így inkább a reggelben nyúlóan. A Sonar legnagyobb pozitívumaiból akkor összegezve azt emelnénk ki, hogy nincsenek inkálosok, akik áttörnek mindenkin, és elég zavaróan viselkednek a koncertek élvezése közben. Nincsen bután díszített VIP, és nincsenek arcok, akik azt gondolják, hogy ha ott buliznak, akkor sokkal többek a pornépnél. Ezen kívül nincsen névadó szponzor, és nincsenek irtózatos méretű molinók, amik reklámozzák a fesztivál önön nagyságát, hanem inkább a koncertekkel akarják meggyőzni a közönséget. Milyen volt a hangvai kicsit azonban? Igen. Na, úgy voltunk minusz nappali buli, és ott meg volt. Cabin supporting is completed. Meg a Dicsi Jóki mamáját sütessük itt, és azt tudottam mindenkinek. Komolyan, nagyon komolyan volt.